Miután a kormány meghosszabbította az oltási akcióhetet, a héten is regisztráció és időpontfoglalás nélkül felvehető a koronavírus elleni védőoltás. A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy minél többen kérjék a harmadik oltást, a járvány ötödik hullámát ugyanis csak így lehet megelőzni, vagy a járvány görbét ellaposítani. Egyelőre azonban a negyedik hullám van még felívelő szakaszban. A hétvégén 27.830 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 460 többségében idős krónikus beteg. Jelenleg több mint 7.400 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 538-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma eközben meghaladja a 6.120.000-et, közülük 2.477.000-en már a harmadik oltást is felvették. Webes kapcsolattal pedig itt van velünk Kásler Miklós, emberi erőforrás miniszter. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt, miniszter úr! Üdvözlöm! Az oltási akcióhét az első fele legalábbis nagyon nagy sikert hozott, hiszen 60.000 olyan ember is felvette az oltást, akinek ez volt az első, de nagyon sokan megkapták a második és a harmadik védőoltást is. Önök hogy gondolják, felébredt az emberekben az életösztön, mégis elmennek fölvenni az oltást ennek köszönhetően? Igen, én határozottan úgy gondolom, hogy most érzékelik a magyar emberek, illetve a magyar embereknek az a része, amelyik eddig nem vett részt az oltakodáson, hogy tényleg a saját életükről és a környezetük életéről van szó. Számos olyan adat van, amin érdemes elgondolkodni, többek között megemlíteném azokat a magyar kutatási eredményeket, amelyek teljesen egyértelműen minden kétséget kizáróan azt bizonyítják, hogy 4-5 hónap alatt az eredetileg felvett két oltás védettséget biztosító hatása jelentősen csökken, az eredeti 90%-ról vissza körülbelül 60%-ra, ami arányosan alacsonyabb védettséget jelent, és ez kizárólag csak a harmadik oltással lehet az eredeti 90% körülire emelni. Egy kutatás szerint mindaz 5 vizsgált vakcina véd természetesen a koronavírus ellen különböző arányban természetesen. Ugye nagyon sok embert megvizsgáltak, nagyon sok tesztet elvégeztek. Ennek a vizsgálatnak az eredményéről, hogyha beszélne pár szót, arra szeretném kérni, hiszen nagyon fontos az, hogy mindaz 5 vizsgált vakcina véd különböző arányban ugyan. Hány embert vizsgáltak és milyen eredményre jutottak ezek alapján? Elnézést kérek, szerkesztő urat muszáj javítani, nem teszteléseket végeztünk, hanem 2021. január 22-e és ugyanennek az évnek a június 10-e között 3,7 millió ember kapta meg az első és a második vakcinát. A vizsgálat arra terjedt ki, hogy az átoltott embereket milyen százalékban, milyen arányban védi a két vakcináció a fertőzéstől, illetve a megfertőzöttek halálozását milyen százalékban előzi meg az ötféle Magyarországon alkalmazott vakcina. Összefoglalóan azt lehet mondani, hogy mindaz 5 Magyarországon alkalmazott vakcina mind a két szempontból, tehát a fertőzés elleni védelem és az elhalálozás elleni védelem szempontjából nagyon magas hatékonyságú. A fertőzés kivédésében 69 és 88% közötti védettséget biztosítottak, a halálozás megelőzésében pedig 89 és 98% közötti. Ez rendkívül megnyugtató, de a vizsgálataink, melyik egy másik vizsgálatnak a végeredménye, az immunitása a kétszer beoltott embernek mind az 5 vakcina esetében az eredeti magas szintről határozottan csökkent az idő múlásával. És ezt úgy lehetne időben meghatározni, hogy a 4 hónap utáni védettségi állapotunk, az az eredeti 9 körülbelül 90%-ról 60% környékére csökken. Minden életkorcsoportban ez a helyzet. Ennek következményeképpen minden életkorcsoportban
4 hónap után indokolt a harmadik oltás beadása. Nagyon fontos kérdés az is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ugye engedélyezte az 5-12 évesek oltását is. December 20-ától be lehet őket oltani. Ez mit jelent, hogyan fogják megszervezni ezt, és hogyan lehet vinni a gyerekeket majd az oltásra, hiszen ez is egy nagyon komoly logisztikai szervezési feladat lesz. Rengeteg félreértés van. Mindenek előtt szeretném a leghatározottabban leszögezni, hogy kellő mennyiségű és minőségű vakcina áll rendelkezésre. Nem csak a 12 éven alatti gyermekeknek lesz meg a megfelelő vakcina mennyiség december 20-a után, hanem az összes többi életkor csoportnak is. December 20-áig azzal telik majd el az idő, hogy kijelöljük azokat a prioritásokat, aminek alapján a gyermekek átoltását megkezdjük, és ahogy érkeznek a vakcinák, be fogjuk fejezni. Az egyik nagyon fontos kérdés a harmadik oltás felvétele, természetesen az első-második oltás megléte mellett a harmadik oltás felvétele is. Mit tervez a kormány, mit tervez a minisztérium, hogy mikorra lehet elérni egy olyan magas védettségi szintet a harmadik oltásnak köszönhetően, hogy a negyedik hullám vagy az esetleges ötödik hullám járvány görbéjét teljesen el lehessen laposítani, és minél kevesebb áldozattal kelljen számolni? Tehát egyelőre még ne beszéljünk a további hullámokról. Jelen pillanatban a negyedik hullám felfutó fázisában van. Az elsődleges célunk ennek a hullámnak az ellaposítása, illetve a hullám letörése. Erre több lehetőség van, nyilvánvalóan a járványügyi intézkedések is, de az oltás hatékonyságával a többi lehetséges intézkedés nem konkurál. Elmondtam az előbb, hogy milyen százalékos arányokban csökkent a két oltás után a védettség, ezt kell felemelni a megfelelő 90% fölöttire. Ha azt tetszik kérdezni, hogy a népesség hány százalékát kell átoltani, abban az esetben azt tudom mondani, hogy mivel a vakcinákat az eredeti vírus ellen fejlesztették ki mindegyiket, de ennél a brit mutáns lényegesen virulensebb volt, ezt pedig meghaladja az indiai mutáns, körülbelül azt lehet mondani, hogy a teljes populáció védettségéhez az átoltottságnak, és itt az Arab Emirátusok példáját tudom mondani, körülbelül 85-90% között magasan véd. Mit lehet tudni erről az új vírusvariánsról, az Omikron variánsról? Dél-Afrikában bukkant fel először, a WHO azt mondta, hogy pánikra még semmi ok, bár ez nagyon fertőző ez a vírusmutáns, és mindenkit arra szólított fel az Egészségügyi Világszervezet, hogy gyorsítsák fel az oltások beadását hazánkban. Megjelent már ez a vírusvariáns? Annyit lehet erről mondani, hogy egyelőre a rendelkezésünkre álló információ csekélyek és bizonytalanok. Néhány napnak, egy-két hétnek el kell tennie ahhoz, hogy konkrétumokat tudjunk ezzel kapcsolatban mondani. Minden esetre az Egészségügyi Világszervezet figyelemre méltóan veszélyesnek minősítette ezt a variánst, de ahhoz, hogy többet tudjunk, pontosan meg kell határozni, hogy a tüskefehérjén a változások milyen típusúak. Jelen pillanatban 32 és 50 mutációról beszélnek. Térbeli konfigurációt meg kell határozni, a fertőzés dinamikáját, R-tényezőt, tehát hogy egy fertőzött hány további embert betegített meg, és ehhez hasonlóan nagyon sok egyéb további tulajdonságot. A legfontosabb ezek között az, hogy az eddigi vakcinák milyen mértékben védenek a dél-afrikai mutáns ellen. Omikron, ha úgy tetszik. Az lehet látni, hogy a negyedik hullám ugyanúgy próbára teszi természetesen az egészségügyet. Ön hogy látja, mennyivel van szerencsésebb, jobb helyzetben most az egészségügy, hiszen fel tudta készülni
be tudták oltani az egészségügyi dolgozókat, és azt is lehet látni, hogy a kórházba legtöbbször súlyos esetben az oltatlanok kerülnek. Hogyan bírják az ápolók, orvosok ezt a terhelést? Ön hogy látja, hogy mennyire tudnak helytállni az egészségügyi dolgozók? Az a magyar kutatás, amire tetszett utalni a beszélgetés elején, azt a konkrét eredményt mutatja, hogy azokban az emberekben, akik nem oltakoztak, nem oltották át őket, a halál rizikója körülbelül tízszerese, mint az oltott populációban. Ez nyilvánvalóan az eredeti és a brit mutásra vonatkozott, de hasonló eredményekkel számolhatunk a jelenlegi indiai mutás okozta fertőzés időszakában is. Az fontos tudni, hogy nagyon sok szakember szerint folyamatosan, tehát újítani kell majd ezt az oltást, újra meg újra be kell adni a koronavírus elleni védőoltást. Ön hogy látja, mikorra érhetjük el azt az immunizációs szintet, mikorra hathatnak annyira ezek a védőoltások, hogy nem kell mindig ismételni, hanem védettek leszünk a vírussal szemben? Kérném szépen, én találgatásokban nagyon igyekszem nem bonyolódni, ez nem a felelősség körömbe tartozó megközelítés. Annyit lehet mondani, hogy a vírusok folyamatosan mutálódnak. Az eddigi vírusfertőzések, amikor célzott terápiára nem volt lehetőség, úgy múltak el, hogy olyan mutások alakultak ki és maradtak fenn, amelyek folyamatosan vesztettek a virulenciájukból. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy olyan mutások is jelentkeznek, amelyek virulensebbek, gyorsabb a fertőzőképesség, súlyosabb megbetegedést okoznak, egyre fiatalabb korosztályokat érnek el. Ez, amit elmondtam, többé-kevésbé az indiai mutációra jellemző. Említettem, hogy az Omikron tulajdonságait nem ismerjük eléggé ahhoz, hogy a televízióban én erről beszéljek, mert megtéveszteném az embereket, amire számos példa volt az utolsó hetekben és hónapokban. Tehát várjuk meg a konkrétumot, és utána beszéljünk róla. Az, hogy lesz-e tovább jó néhány hullám, vagy akár csak egy-kettő, biztosan senki nem tudja megmondani. Találgatni lehet, de én ezt elkerülöm. Véleményem értelemszerűen van, de amíg tényekkel nem tudom alátámasztani, addig marad vélemény, és nem Miniszter úr, egy utolsó kérdés még. Hogy látja, folyamatosan egyeztetnek a szakemberekkel, az operatív törzsel várhatóak? További korlátozások, természetesen a maszkviselést és az oltást leszámítva? A járvány egész lefutása alatt egészen a mai napig a operatív törzs javaslatait a kormány felé mindig a járvány aktuális helyzete határozta meg. Tehát a járványügyi intézkedések, amiket szóba tetszett hozni, folyamatosan napirenden vannak, és mindig a járvány aktuális helyzete szerint javaslatformába öntjük, és továbbítjuk a kormánynak. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen.